Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és következzen néhány tanktip arról, hogy hogyan használjuk megfelelően a tankot, hogyan feleljünk meg néhány szituációkban, és általánosan egy lövegekről, védelmi rendszerekről, és hogy megemelkedjen a játék élményünk Battlefield 4-en belül, hogyha tankkal játszunk. És ezúttal is kérném a profikat, hogy hagyják ott a tippeket, tapasztalatokat, hogy ők hogyan csinálják, és ezáltal segítve egymást, hogy jobb tankosok legyünk. Mert ugye a tanknak gyakorlatilag nagyon-nagyon sok veszélyel kell szembenéznie azon a bizonyos csatamezőn, és hogyha Conquest Ládzsotrást játszunk, akkor előfordulhat, hogy bizony meg kell vívnunk egy-két tankcsatát, hogy úgy mondjam, ez számít talán az egyik legveszélyesebbnek a gyalogság mellett azon a bizonyos csatamezőn. És hát ugye tankcsata nézve kívülről elég egyszerűnek tűnik. Láthatjuk, hogy az egyik tank fedezék mögül kibehúzódik, és addig lő, amíg az ellenfél tankja felrobban, vagy éppen egy nyílt terepen két tank ide-oda cikázik, aztán végül az egyik felrobbanna, de hogy mégis mitől és hogyan robban fel az ellenfél tank, és hogyha ügyes tanksofőr vagy, és a megfelelő részét mutatod a tankodnak az ellenfél tankjával szembe, akkor masszív sebzést tudsz elnyelni, és ezáltal meg tudod nyerni ezt a tankcsatát. És mi lenne az az oldal, ugye, amit mutatnod kellene az ellenfél tankjának, és az pedig a szemben lévő oldal, tehát a tankod eleje, de nem szeretnél teljesen szembefordulni sem az ellenfél tankjának, hogyha elég ügyes tanksofőr vagy, akkor, hogy úgy mondjam, azt a bizonyos sarkot az eleje és az oldala között, ha sikerül mutatnod az ellenfél tankjának, akkor masszív sebzést tudsz elnyelni, kérlek szépen. Hogyan okozhatod a legnagyobb sebzést az ellenfél tankjának? Hogyha hátulról találod el, hogyha van rá lehetőséged, és mögé tudsz topozni, és van egy megfelelő pillanat, és én amondó vagyok, hogy azt mondjam, hogy a megfelelő pillanatban, ha sikerül eltalálnod gyakorlatilag a hátuljánál a közepét, akkor úgynevezett mobility hitet adsz az ellenfél tankjának, és a második löveggel már ki is tudod végezni. Ez javaslat, hogyha gyalogos vagyis tank mögé menni RPG-vel, akármivel kétszer eltalálod hátulról, gyakorlatilag vége a partinak. Mit ajánlok még a féle tankcsatában, hogyha többen vagytok tankok, akkor együtt mozogni a tankokkal, és ezáltal ugye csapatban az erő című történettel győzzétek le szépen apránként az ellenfél tankja. Itt, hogyha netán arra kerül sor, hogy gyalogság vár rád egy adott ponton, mit érdemes akkor csinálni? Én gyakorlatilag ugye akkor felszoktam magamra pakolni az 50 kaliberes kis gépfegyvert a tankra, és ezáltal magam szoktam elintézni a gyalogságot, hogyha arról van szó, és igyekszem magam effektíven megvédeni, nem mindig sikerül, mert ugye C4-en hátulról felpakolnak, nem tud olyan gyorsan hátrafordítani az ágyút, vagy éppen nekedvezet neki egy motort, vagy körbevesz a gyalogság, ezért még egy apró tipp arra, hogy ez ne történje meg, távolról szembe szépen célba veszed azt a területet, ahova szeretnél benyomulni, és elkezded kivenni az ellenfélnek az embereit, és megvárod, amíg a te csapatod, a te gyalogságot szépen benyomul, és ők is elkezdik kilőni az ellenfél gyalogságát, és végül te is tovább tudsz mozogni. Addig nagyon nem is érdemes tankkal tovább mozogni, mert azonnal ki tudsz szenni az ellenfél gyalogsága, és a tank szinte védhetetlen ezzel szembe. Beszéljünk egy kicsit ugye a védelmi rendszerekről, hogy úgy mondjam, a jó védelmi, én általam egyik leghasznosabb védelmi rendszernek mondható az úgynevezett Active Protection. Én úgy vettem észre, ez az egyik leghasznosabb. Mit tud az Active Protection? 5 másodpercig mindenféle sebzést elnyel, és 21 másodperc kell neki, hogy újra töltődjön, úgyhogy erre mindig gondolnod kell, hogyha egyszer azt elkapcsoltad, a megfelelő időben kell bekapcsolni, szóval ki kell számolnod, hogy mikor fog lőni a következő tank, ha esetleg egy staff shell-je van, guided shell-je, akkor az mikor fog belécsapodni, hogy mind a legtökéletesebb és maximális sebzést elnyeld, továbbá utána ki kell valahogy taktikázod azt, hogy 21 másodperc után töltődik újra gyakorlatilag, és akkor fog újra aktív lenni az Active Protection, mármint hogyha bekapcsolod. De egy még hasznos ilyen upgrade a tankra, a Reactive Armor annyit tesz, hogy megpróbál elnyelni minél több sebzést az ellenfél tankjától, hogy ezáltal is ne kapjon kritikus ütést gyakorlatilag, hogy leálljon a tankod, bár ez sem a tökéletes védelem. Van még egy nagyon jó a Maintenance, ez a kis szerelő kulcs gyakorlatilag, ami annyit tesz, hogy idő után automatikusan elkezdi javítani a tankodat, elég gyorsan is javítja, és praktikus, hogyha éppen nem inginér vagy, és elkezded javítani magad a tankodat.
Nos, rátérve egy kicsit a lövegekre, Upshell, Hitshell, Subshell, ezek közül az Upshell ugye a legnagyobb robbanási rádiusszal rendelkezik, ez annyit tesz, hogy a gyalogságot is képes megölni, még hogyha mellé lősz, akkor is viszont egy közepes sebzéssel bír ellenfél tankokkal szembe, továbbá egy közepes utazási sebességgel is bír a golyó, 200 m per szekundum, ha jól tudom. Így ezáltal van például a Subshell, ami összehasonlítva 265 m per szekundummal utazik, nincs robbanási rádiusz, és gyorsabban is tölt újra, viszont hogy úgy mondjam, talán ezzel tudod okozni a legkisebb sebzést az ellenfél tankjának, viszont nyílt terepen hihetetlenül jó, mivel hogy gyors a golyó, kevés golyóejtést kell számolni, így aztán nyílt terepen, nagyobb pályákon nagyon jól ki lehet szedni vele az ellenfél tankját. Továbbá van még a Heat Shell, ami annyit tesz, hogy a legmagasabb sebzést tudja okozni az ellenfél páncélozott járművei ellen. Nem annyira effektív viszont a gyalogság ellen, mert nem rendelkezik akkor a robbanási rádiusszal, viszont ennek a leglassúbb az utazási sebessége, továbbá az újratöltés ideje is, úgyhogy ezzel bizony meg kell számolnod azt, hogy mikor lősz és a megfelelő lövést, bár elég magas sebzést tud okozni. Ajánlatos használni kisebb pályákon, mint például a Dawnbreaker, Siege of Shanghai, mert ott nem kell olyan magas, hatalmas távolságokat lőni, de viszont hatalmas sebzést is tudsz bevinni az ellenfél tankjának, de megkívánja azt a taktikusabb játékot, és mindig kell legyen egy menekülő vagy egy elvonuló útvonalad, hogy megvárd azt az időt, amíg ezzel a löveggel újra töltesz. Nos, hogyha megfelelően találtatok ezeket az alaptank tippeket, elég bonyolult, akkor ha van kedvetek, akkor későbbiekben is beszélhetünk még ilyen tank technikákról, de alapokról ennyit. A profiknak még egyszer kérném, hogy hagyjátok ott a kommenteket, és Necrotrim voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!